Imádkozzunk. Úr Jézus, a Te kezedbe tenni a mi kezünket, biztonságot jelent az életünk számára, az egyetlen, teljes biztonságot, amely képes átvezetni nem csak ennek a földi életnek a területén, de átvezetni az örökkévaló életbe is. Köszönjük a kezet, amelyet kinyújtasz, és amelyet megfoghatunk, amelybe belekapaszkodhatunk, amely biztonságot jelenthet számunkra. Köszönjük a kezet, amit kaptunk testünknek, amivel dolgozhatunk, és amivel imádkozhatunk, és köszönjük lelki kezeinket is, amelyeket láthatatlanul kinyújthatunk feléd. Jézus, kérünk most, taníts bennünket, hadd lássuk, hadd értsük meg, hogyan értetted te azt, amikor valakik elgyengülve az élet számkivetetjeiként találkoztak veled, megújultak és megerősödtek, hogy ezt az utat járjuk mi is. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, a mai íge az áhítat délutánra ajánlott ígéi lesznek, Márk evangéliumának a harmadik fejezetéből az első 6 vers. Hallgassuk meg ezt az ígét most. Jézus ismét bemenne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember. És lesik vala őt, hogy meggyógyítja egy szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő a középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani, de azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívű keménysége miatt mondta az embernek, nyújtsd ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppé lőn, mint a másik. Akkor a farizeusok kimenvén a Herodes pártiakkal mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Ennek a történetnek a középpontjában látjuk egy vénakezű ember van, akinek az élet minőségét rontja ez a testi hiányosság. A kéz fontossága és a Jézussal való kézfogás gyönyörű képét hozza elénk, az az ének, amelynek a dallamát, szövegét ugye nem ismerjük, de nagyon alkalmas. Mielőtt meghallgatnánk a dallamát, ismerjük meg a szövegét. A Hithangjai énekeskönyv 412-es számú énekéről van szó. Kezed, ha megérint, már elég, csak szólj egy szót, Uram. Újjá lesz így az életem, fájdalmam elsuhan. Kezed, ha megérint, már elég, csak szólj egy szót, Uram. Megsebzett szívre, tudom, gyógyír csak nálad van. Kezed, ha megérint, már tudom, ha szólsz egy szót, hiszem, feloldod néma ajkamat, megnyitod vak szemem. Érints hát kezeddel, ó Uram, kérlek, most tégy csodát, életem lankadó húrjaim, jöjj, teremts harmóniát. Kezed, ha megérint, meggyógyulok, hirdet az iménti ének.
Most pedig mielőtt rátérnék a Bibliából felolvasott történet ismertetésére, előtte egy picit hátrább lépnék, hogy megértsük azt, ami mögöttes információként kiolvasható. Először is arra szeretnék reflektálni, hogy a világunkra mai napig is, sőt egyre inkább jellemző az emberi élet értékének a csökkenése. Azok a gyerekek, akik talán éppen mi voltunk, valamikor talán a legvadabb játéknak a rabló pandut játszották, az minősült különösen veszélyesnek és keménynek és durvának. Ma viszont már a 2 éveseknek is puska berreg a kezükben, és lövöldözéssel szórakoztatják önmagukat. A fiatalok valamikor a kinevet a végén társasjátékkal szórakoztatták magukat, bábukat tologattak, szerencsekockát dobtak. A mai fiatalok számára mindez már számítógépes programon, játékkal történik, ott embervadászat folyik, és hogyha felmegyünk egy fokkal mellébb a felnőttek világába, valamikor a krimi megjelenésekor óriási borzadályt jelentett, ha valahol valaki meghalt, áldozat volt egy ilyen történetben. Ma már ez a legkevesebb, ez a legtermészetesebb. Akció, horror és thriller mind vér, vér és vért hoznak a nézők elé. Immunissá lettünk, már meg sem rezdül az ember, ha halottakról vagy gyilkosságról van szó. Igazából ezek az új kori és új módi események azt hirdetik, hogy aki nem azt teszi, amit elvárnak tőle, aki nem igazodik a rendhez, amit meghatároz valaki, arra nincs szükség, azt ki kell iktatni. Egy ilyen történet jut eszembe az egyik nagy budapesti patinás baptista gyülekezetnek a lelkipásztora, evangélistaként a környéken élő, rossz életű, rossz hírű embereket meggyőzte arról, hogy jöjjenek el, hallgassák meg Isten igéjét. Egy ilyen vasárnap délutáni vagy délelőtti Isten tisztelet végén, amikor a kiáratnál a lelkipásztor éppen egy ilyen hosszú hajú, szakadt ruhájú, nem éppen jó illatot árasztó fiatallal beszélgetett, a gyülekezet egyik testvérnője odajött, kicsit érces hangon, azt mondta, hogy kedvesként többet, aztán ne lássam meg itt ezzel a hosszú hajjal. A kérés meghallgatásra talált, mert a fiatalember soha többet nem jött. Igen, van egy norma, amit mi magunknak, akár törvényként is elismerünk, legyen rendezett, normális kiállása, kinézet egy embernek, aki Isten templom, Isten házába, a templomba megy. De nem lehet a törvényt alappá tenni, céllá tenni, hogy mindenki úgy végezze az életét, úgy élje az életét, úgy öltözködjön, ahogyan én, vagy ahogyan én azt szeretném. Egy nagyon fontos gondolat talán itt az elején mindjárt az, hogy ha megállapítjuk, hogy jaj, annak a gyülekezetnek, ahol a vallásos élet szabályai fontosabbak az embernél, fontosabbak az igénél. A törvény, megállapíthatjuk, tehát szükséges alap, de nem cél, hanem eszköz kell, hogy legyen. Kell egy rend, kell egy törvényes rend, akár az öltözködésre, ha azt nézzük, akár a viselkedésre, sok mindenre az élet területén, de ez nem a cél kell legyen, hogy ide elérkezzünk, és ha ezt megtettük, akkor már minden rendben van. A törvény csak egy alap, egy eszköz, amivel az életünket szabályozni tudjuk. Az Istenhez közeledésnek, így is fogalmazhatjuk, nem a csúcsa, nem a célpontja tehát a törvényeskedés, csak egy alap. A farizeusok, a mindenkori farizeusok számára elfogadhatatlan és érthetetlen volt ez a szabály. Ők a törvényt, most az isteni törvényt tartották mindenek fölött a legfontosabbnak, és életük célja az volt, hogy ezt a törvényt betartsák, kézzel, foggal, körömmel, bárhogyan is. Betartani és betartatni, ez volt az ő életfelfogásuk, a törvény volt tehát mindenek fölött. Jézus pedig azt tanította, a szombat, vagyis a törvény lett az emberért, nem az ember a szombatért, vagyis a törvényért. Nem mindegy, hogy mi miért van, vagy ki miért van, és ki az, aki segíti abban, hogy legyen. A szombat tehát az emberért van.
Jézus küzdött ez ellen a gondolat ellen, ezt olvassuk a Korintusiakhoz írt második levélben, az első levélnek a harmadik fejezet 6. versében. Alkalmasokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a törvény megöl, a lélek pedig megelevenít, tanítja tehát Jézus. Ezek után értjük jobban, vagy megértjük jobban, hogy mi volt az, ami azon a szombaton, abban a zsinagógában történt, amikor Jézus tanítványaival a szintén szombatnapi kalászlépés után belép. A zsinagógában már várták, számítottak rá, hogy bejön, és egy csapdát állítottak elé. Ez a csapda nem egy gödör volt, vagy nem valami fizikai csapda, hanem egy ember, egy bénakezű ember, akit odahoztak, mint egy kikészítettek már, hogy Jézust rávegyék, hogy meggyógyítsa ezt az embert szombatnapon. Jézus nem megy bele a csapdába. A provokációnak nem tesz eleget, és ez nagyon nagy csalódást keltett. Jézus viszont megfordítja a tételt, és most ő provokál, és ő kérdez, és kérdésének a veleje, a lényege éppen az, hogy a törvényeskedés vagy a lélek szerinti életet adása fontosabb. Így szólt Jézus tehát, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Lelket menteni vagy kioltani? De erre nem volt válasz. Jézus tehát közepe körülbelül azt mondta, kicsit kibővítve, hogy gyógyítani, jót szólni, simogatni, vigasztalni szabad. Még szombatnapon, a nyugalomnapon, vagy ha úgy tetszik, vasárnap is. De ölni, törtvetni, vermetásni, áskálódni, pletykálni, másokat kibeszélni, ezt már nem szabad. Ez van benne Jézus szavában tulajdonképpen, tehát a jót tenni szabad, a rosszat még vasárnap sem. Úgy gondolom, hogy meg kell álljunk egy pillanatra, és végig gondoljuk vasárnapi tevékenységünket. Rosszat bizonyára nem teszünk, vagy nem tudjuk, hogy azt tesszük, miközben csak a szavainkkal talán éppen másnak állítunk csapdát. Legyen Isten lelke velünk, őrizzen és vigyázzon arra, hogy mit teszünk. Vigyázzunk mi is arra, hogy mit teszünk az Úr napján, meg a hétköznapokon. Ráközelítve a bibliai történetre, a kéz meggyógyításának történetére, úgy látjuk, hogy a központi, a kulcsszó az, amit Jézus így mondott, nyújtsd ki a kezed. Először is meg kell állapítsuk, hogy a béna kéz nagy veszteség, életminőséget rontó tényező. Lukács megjegyzi, hogy az illetőnek a jobb keze volt ez, ami miatt aztán se dolgozni, sem imádkozni, még felemelkezekkel sem tudott, még talán köszönteni sem a vele szembe jövőket. Az is valószínűsíthető, hogy a szegénység, az elesettség volt ennek volt köszönhető, félkézzel nem tudott munkát vállalni, nem adtak neki munkát, nem volt keresete, nem tudta elintézni a dolgait. Sajnos tapasztaltuk, hogy a betegség és a szegénység együtt jár. Egy pillanatra megállnék, és most a kéz szellemi értelemben vett valóságát említem meg, amikor azt kérdezem, hogy a hívők között vajon nincsenek-e béna hitkézzel élők. Valamikor szentek voltak ezek a kezek, és imára kulcsolódtak. Aztán megbénultak, elfáradtak, és már nem kulcsolódnak imára sem. Valamikor ezek a kezek készséggel segítettek a nyomorgón. Ma már csak a saját juhaik érdeklik őket. Nézzük meg Jakab apostol írásában, levelében, a 4. fejezet 17. verse, igen, az mondja, az 5. fejezet 16. verse, hogy aki jó tehet és nem teszi, bűne az annak. És még észrevehetjük, vagy megállapíthatjuk, hogy a másoknak bűnös szokásoktól bénult meg a kezük, van olyan, akinek a lelki keze attól bénul meg, hogy nem jóra használja, hiába valóságra szórja pénzt, káros élet, élvezeti cikkeket használ, magyarán poharat emelget, és ettől is meg tud bénulni a kéz.
Hadd kérjem azt, vagy hadd mondjam azt, hogy Jézus szavával nyújtsd ki a kezed. Azt a megbénult kezedet, amelyet nem tudsz használni sem imádságra, sem segítségre, csak önmagad életének rontására. Hallgassuk meg azt a történet szakaszt az Királyok első könyvéből, a 13. fejezetből, amely említ egy hasonló ószövetségi történetet. Így szólt a király Jeroboám, és mondta az Isten emberének: könyörögj az Úrnak, a te Istenednek, és imádkozz érettem, hogy ismét hozzám hajoljon az én kezem. És mikor könyörgött az Isten embere, az Úrnak visszahajl a király keze, és olyan lett, mint azelőtt. A büntetésre jött tehát a megoldás, a feloldás, a gyógyulás. Ezt kínálja ma is Jézus mindazoknak, akik lelki kezeikben megbénultak. Harmadikként ennek a bénakéz meggyógyítási történetnek a csoda formáját szeretném, hogy megnézzük azt a csodát, amit Jézus tett. Hogyan is gyógyult meg ez a bénakéz? Egyszerűen egy parancs által. Nyújtsd ki a kezed. Ennyi volt a gyógyítás folyamata. Persze lehetetlennek tűnik, egy bénakezet nem tud kinyújtani az ember. De ezzel a parancssal Jézus már előre megmondta, vagy meghirdette a gyógyulást. Nyújtsd ki a te kezed. A béna számára ez már nagyon régóta lehetetlen volt. De most Jézus parancsára megpróbálta, és sikerült. Olyan volt ez, mint amikor a 10 leprás embert Jézus elküldi a papokhoz, most még leprások, de mire odaértek, már meg lesznek gyógyulva. Hihetetlen csodának tűnik. Vagy Kánában is hihetetlennek tűnt, hogy annyi sok vízzel most mi lesz, hogy abból bor lesz, senki nem gondolta. Péter szabadulása a börtönből is hasonló csoda volt, többszörös biztonsági elemekkel odafogva, és mégis kimenekül, annak ellenére, hogy biztos védelmet, vagy biztos őrizetet gondoltak felőle. A Biblia éneket tanít nekünk a béna lelki kész gyógyulására, a parancsra, amit Isten ad nekünk. Térjetek, kérjetek, és adatik nektek. Hívj engem segítségül. És így szólt most is: állj elé a középre, és nyújtsd ki a te kezed. Parancs, isteni parancs. Erre csak egyetlen emberi válasz lehet, az engedelmesség. Mert a parancs az Úr dolga, az emberé pedig az engedelmesség. A bénakezű ember úgy tűnik, hogy nem a farizeusokra nézett, és nem tanácskozott senkivel. Egész egyszerűen hallgatott Jézusra, engedelmeskedett és kiállt a középre. Ennek a hitnek a gyümölcse a gyógyulás volt. Meggyógyult ennek az embernek a keze. És úgy gondolom, hogy azóta sem változott semmi. Ez az út vezet a gyógyuláshoz. Az engedelmesség. Ismét Pétert idézem, aki a hosszú halászat után igazából kelletlenül, és annak a tudatnak a biztos birtokában, hogy ebből nem lesz semmi, mégis hallgat Jézusra, és azt mondja: Uram, a te parancsodra kivetem a hálót. Még ha nem is tűnik sem észszerűnek, sem logikusnak, de megteszem, mert te parancsoltad. És ebben az esetben is egyféle gyógyulás történt, de legalábbis egy gazdag halfogás. Nos, nézzük, milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a bibliai történetből. Először is az, hogy Jézus készségesen segít, hogy meggyógyuljon a lelket. Kérjen őt erre. Aztán tanulság az is, hogy Jézusnak hatalma van minden helyzetben, mert hogy neki adatott minden hatalom. Érdemes tehát hozzáfordulni. Aztán kiderül az, hogy Jézus számára mindennél és mindenkinél értékesebb vagy. És az az érdekes, hogy ez 7 milliárdszor igaz, minden ember külön-külön értékes Jézus szemében. És az utolsó, negyedik tanulság: higgy Jézusban minden körülmények között, még ha minden ellene szólna is ennek a hitnek. Így kívánom, hogy ha van beteg keze valakinek, gyógyuljon meg. És ha lelki keze beteg, hallgasson a parancsra, térjen meg, és újból használni fogja azt a kezet segítségre, imádságra, Isten magasztalására.
És most nézzünk egy kedves éneket, amely a gyenge kéz témáját hozza elénk. Úr Jézus, köszönjük neked azt a csodát, amiről most olvashattunk, mert biztonságot ad nekünk az a tudat, hogy lelankadt, ellankadt kezeink újból erőt kaphatnak, ha hozzád fordulunk, ha tőled kérjük. Fizikailag is egymást segíteni, de talán még inkább lelki kezeink megerősödését kérjük most tőled, hogy egymásnak jót tudjunk tenni. Ne a törvény legyen a célja az életünknek, hanem egy alap, amely elindít minket arra, hogy segítsünk a másikon, vigasztaljunk és simogassunk lelki kezeinkkel is. Ebben légy segítségünkre, hogy mindennapjaink így gazdagodjanak, erős kézzel, bátor kiállással, hirdessük a te nevedet. Amen. Isten tiszteleteinknek ezt a formáját folytatjuk most egy darabig, amíg a vírus helyzet egyre fokozódik, egyre többen betegszenek meg, szeretném, hogy biztonságban éljünk, és ne a gyülekezeti közösség okozzon esetleg bárki számára is betegséget. Isten őrizzen ettől, és Isten gyógyítsa azokat, akik már bajban vannak. Zárjuk énekünket, zárjuk Isten tiszteletünket egy kedves énekkel, és pedig azzal, amely azt kéri, ó, fogd kezem vezérem, és vezess tovább.